Hétfőn egy elhaladó rózsaszín galambot észleltek hétfőn a manhattani Madison Square Parkban. A járókelő tájékoztatta a Wild Bird Fund madárvédelmi szervezetét a rózsaszín galambról. A kidolgozók elfogták a madarakat, és azonnal találtak egy otthoni galambot vagy szándékosan festett festményt, írja az ABC 7 New York. A madárvédők, akik rózsaszín galambot adták flamingónak, azt mondják, hogy ketrecben emelt galamb életképes, mert nem tudnak élelmet keresni és repülni, vagyis meneküljenek ragadozóktól. A környezet élénk színe kiegészítéseként tökéletessé teszi, cél. Antonio Sanchez, a Wild Bird Fund tagja azt mondja, hogy nagyon meglepődtek kollégáival, mert soha nem volt rózsaszín galambuk, ez beszámol egy csecsemő neméről. Sanchez arra kéri az embereket, hogy soha ne engedjenek szabadon a szabad madarakat semmilyen ünnepi vagy művészeti projekthez, mivel valószínűleg halálra ítélik.